Már az első produkció után összeszólalkozott Gáspár Laci és Bie Alex, ugyanis Laci leszólta a Stolen Beat produkcióját. Ezt követte Laci versenyzője, Arany Timi, aki Tóth Gabival duettezett, bár mind a négy mentorálva tapsolt, Zsizsi és Peti szerint Timi sokszor hamis volt, Zsizsi pedig csak azért állt fel, mert Tóth Gabit akarta megtisztelni az álló ovációval. Ezután szabadultak el az indulatok, Laci védte a versenyzőjét, míg a többiek ragaszkodtak hozzá, hogy hamis volt, Laci pedig ezt támadásnak vette. Ezután Peti azt mondta Lacinak, hogy érdekes, hogy Gáspár csak a saját versenyzőinél nem hallja, ha rosszak voltak. Laci ezen felkapta a vizet és neki ment Petinek, hogy pár hete pont egy hasonló eset miatt vesztek össze, majd pedig cinikus megjegyzéseket tett Gigire, hogy bár most vállalja a véleményét, de sokszor elkeni a dolgot, és szerinte az énekesnő most nem hallott jól. Gáspár Laci azzal zárta, kikészítenek már a mentorok.